baj, hogy vannak, akik kinevezik magukat tényellenőröknek. Az a baj, hogy vannak, akik vindikálják maguknak a jogot, hogy ők a tényeknek a birtokosai. Tehát amikor még Magyarországon létezett újságírás, függetlenül attól, hogy valaki jobb baloldalinak, konzervatívnak, liberálisnak, ég tudja, szocialistának pingálta föl magát, vagy tételezte magát, az egy alapdolog volt, hogy egy újságíró mielőtt leírt valamit, ellenőrzi annak a valóság tartalmát, nehogy Isten mindkét oldalt megpróbálja meghallgatni, ez nagyjából kiveszett a magyar nyilvánosság, nem csak, bocsánat, itt nem magyar jelenségről van szó, a globális politikai nyilvánosság részben az online és főként a közösségi média megjelenése miatt ez eltűnőben van, én ezt nagyon sajnálom. Az, hogyha vannak olyan újságírók, akik vissza akarnak térni az eredeti újságírói hivatáshoz, ezt én nem tényellenőrnek nevezem, ezt tényfeltárónak nevezem, azt én abszolút becsülöm, és én például kifejezetten vágynék arra, hogy legyenek ilyen újságírók. A tényellenőr viszont teljesen más pozíció, mint a tényfeltáró. Ő azt gondolja, hogy ő birtokosa valaminek. Én meg azt látom, hogy a mai globális politikai nyilvánosságban, mondom, messze nem magyar jelenségről van szó újfent, a rendszerkritikus gondolkodást azzal próbálják elhallgattatni, hogy bizonyos összefüggések feltárását összeesküvés elméletnek nevezik, és a rendszerkritikát, a rendszer lényegi kérdéseire való rákérdezést kifigurázzák, viccet csinálnak belőle, és erre egy nagyon jó eszköz az, hogyha valaki kinevezik magukat annak, hogy őnáluk van a bölcsek köve, ők a tényellenőrök. Nézze, én kora 20 éves koromtól, immáron 30 éve én a szólásszabadságnak a klasszikus liberális milli híve vagyok. Tehát én abban hiszek, hogy ha a napfényre kitesszük a vélemények sokaságát, a legkülönfélébb véleményeket van lehetősége a vélemények piacán megnéznie, megkóstolnia, mérlegelnie az olvasóknak, akkor az igazság előbb-utóbb kiviláglik. Hogyha bizonyos véleményeket nem engedünk ki a vélemények piacára, akkor ebből két dolog történik. Egyrészt kiskorúnak tekintjük az állampolgárokat, ne elvesszük tőlük a lehetőséget, hogy józanul mérlegeljenek. Másrészt a vélemények napfényen lévő piacáról ezeket a száműzött véleményeket bekergetjük olyan kanálisokba, ahol utána tényleg az őrület fog topzódni.